Szeretne róla beszélni? Ilyen kérdést a pszichológusunk tesz fel finoman. A HRS inkább utasít az állásinterjún. Meséljen magáról. Vajon legyünk lazák és viccesek, és vessük oda, hogy adathalászat a hobbink, beszélek antarktiszul, vagy hogy a személyes kompetencián között a zsenialitás is szerepel. És mikor kezdjünk el gyanakodni a kérdező elmeállapota felől, ha azután tudakozódik, hogy hány fodrászat van Japánban, és ha tégla lennék egy falban, melyik tégla lennék én? Na, hagyjanak békén. Szabados Gábort 2012-ben szintén az állásinterjú foglalkoztatta. Aki kérdez, Kern András, aki válaszolni próbál, Mikó István. Jó napot kívánok! Hogy jutott ide be? Hogy jött be? Hát, jó napot kívánok! Rendesen nem tud köszönni? De, bocsánat, mély tiszteletem, igazgató úr. HR, igazgató úr! És nem mély tiszteletem, hanem mélységes. Értem, mélységes. Az ön titkárnője küldött be azzal, hogy most tetszik fogadni. Gorbulya Ákos vagyok, az állás hirdetése jöttem. Betetszett hivatni, szíveskedett be engem. Azt üzente HR igazgató úr, hogy 2850 pályázó közül benne vagyok az első háromban. Nem is tudom. Itt mi nagy hangsúlyt fektetünk az emberi humánumra. Magam is nagy híve vagyok az emberi humánumra. Akkor minek beszél bele? Már is vitatkozik velem? Jaj, Isten, bocsássa meg nekem, ha rosszul szóltam. Parancsoljon velem. A pályázat van, azt írja, hogy három diplomája van. Igen, most csinálom a negyediket. Felejts el. Akkor marad három. Felejts el! Mindet! Visszaadom őket, ha ezen múlik az állás. Nekünk olyan kocsi kísérő kell, aki nem okoskodik. Kérem, igazgató úr, én nem okoskodom. Az ön kérésére már is elfelejtettem mindent, amit az egyetemeken tanultam. Én nem kérek, hanem utasítok. Értem? Minden vágyam, hogy sikeres kocsi kísérő legyek az önök cégénél, hogy munkám eredményeként még tovább fejlődjék, gyarapodjék a Harács és Fiai Kft. Jó. Tudja, hogy mi lesz a feladata, ha felvesszük? A gépkocsi vezető mellett ülök a teherautóban, és amikor elérjük valamelyik célállomást, akkor lepakolok a platóról, vagy felpakolok oda. Nagyjából. Azzal a különbséggel, hogy nem a sofőr mellett ül, hanem fenn a platón. Jaj, igen, értem. Talán még jobb is lesz a szabad levegő. Ne válogasson! Bírja fizikai munkát? Igenis, nagyon bírom. Fizikából írtam az egyik diploma munkámat. Szakszervezeti tag? Nem, de hogy. Soha nem is voltam. Hát majd itt az lesz. Van nálunk egy szakszervezet. Mi hoztuk létre, hogy jobban megfigyeljük az alkalmazottakat. Oda kell belépnie és hetente részletes jelentést adnia az összes dolgozóról. Megtisztelő, hogy már is spionnak nevez ki. Hogy? Hát, nem neveztem ki semmilyen spion. Ez valami izraelita dolog? Spion német szó, annyit tesz, ágens, áruló, beépített ember, besugó, felderítő, hírszerző, informátor, júdás, kém, renegát, spicli, titkos ügynök. A katonai főiskolán spion szakon végeztem. Honnan tudjam, hogy nem akar ellenünk is kémkedni? Hát a tezi gondolni, igazgató úr, mielőtt munkába állok, kitépethetem a nyelvem. Jó ötlet. De attól még rólunk is írhat jelentéseket. Jobb kezes? Igenis, parancsára. Majd meglátjuk. A ballal is el tudja vinni azokat a vas idomokat. Sőt, ha valaki rám kötözi őket, akár kéz nélkül is. Nem rossz, hasznos embernek tűnik. Ha kellő mértékben rokkant, akkor mi támogatást kapunk maga után. Akkor remélhetek? Fel vagyok véve? Majd értesítjük, pár hét. Addigra megcsináltatom a műtéteket. Természetesen. Még valami a próbaidő alatt, vagyis az első három évben a fizetéséből levonjuk a fizetését.
Jaj, de jó. Tartom szerencsémnek, igazgató. HR, igazgató úr, HR. Igazgató úr, Isten áldja meg a jóságáért. No, nem bánom. Nem vagyok én olyan rossz ember. Nyújtsa a kezét, amíg még van.